haragudj! Szenvedéllyel teli instrukciókkal segíti növendékeit Szász Józsefné Réger Judit. A Józsefvárosi Zeneiskola hegedű tanára tapasztalataira alapozva vallja. A dallam, a lélek és a test hármas egysége ad lehetőséget arra, hogy a diák felfedezze és kiadja magából mindazt, amivel megszületett. Az ő sajátos módszereivel találja meg bennük azt a tartalékot és azt a gyönyörűséget, ami által aztán az ő növendékei azzá lesznek, akiké lesznek. Ennek az útnak az első szakasza, amikor a hegedű a test részévé válik, vagyis amikor készség lesz a képességből. Fedezze föl saját magát, fedezze föl a hegedűt, fedezze föl a zenében rejlő fantasztikus lehetőséget, hogy ő azon keresztül meg tud nyilatkozni, tehát ő személyiségé válhat. A folyamatban hatalmas szerep a tanáré, mert ő az, aki a nyers anyagot formálni kezdi, először persze saját örömére. Annélkül nem lehet hatni egy gyerekre, hogy én ne érezném az ő rezgéseit. És amikor ez az empátia létrejön, akkor már a gyerek lesz a fontos. Olyan értelemben, hogy ő tudjon fejlődni. Tehát ne az én dicsőségem legyen, hanem az ő boldogsága legyen végül is a tét. Sok száz tanítványával találta meg a boldogságot. Közülük sokan ma zenetanárok, elismert művészek. Bár százféle módon gondolkodnak, élnek, egy közös origójuk mindenképpen van. Az öröm, hogy megszólal a hang, és együtt rezeg egy test a hanggal, és a lélek együtt rezeg a hanggal, hát az felülmúlhatatlan dolog. Szerintem azért érdemes csinálni.